egészséget! Az előírás szerint köszöntötték egymást a Bonyhádi Rendőr Kapitányság állományának tagjai. A kormány határozata alapján 1992 óta Szent György napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon a rendőrség napját. És ez az az alkalom, amikor átveheti elismerését, akit parancsnokai éves munkája alapján kiemelkedőnek ítélnek meg. A Bonyhádi Rendőr Kapitányság egésze a mutatói alapján megérdemelni ezt a kitüntetést, hiszen elmondható, hogy ebben a városban az egyik legnagyobb a biztonság. Ez a nap alkalmat ad arra évről évre, hogy az elmúlt évet áttekintsük, illetve értékelni is tudjuk, és megállapítsuk itt Bonyhádon, illetve ebben a járásban, hogy Tolna megye a bűnözés szempontjából a legjobb mutatókkal, szinte a legjobb mutatókkal rendelkezik az országunkban, a mi hazánkban, és azok között is az első helyen, vagy legalábbis dobogós helyen van a Bonyhádi Rendőrkapitányság. Néhány évvel ezelőtt, ami most már jó 10-15 éve volt, kérdésessé vált a rendőrkapitányságnak a sorsa, hiszen ezt a területet egy kicsit akarták fokozni, és bennünket ettől meg akartak fosztani. Akkor többen felemeltük ez ellen a szavunkat, mert azt mondtuk, hogy ezek az jó eredmények csak úgy őrizhetőek meg, hogyha a rendőrkapitányság megmarad, és tovább tudjuk folytatni közösen azt a munkát, ami az elmúlt évtizedeket is jellemezte. Bíró Attila városi kapitány azt mondja, olyan körülmények között teljesített kiemelkedően az állomány, melyre sokáig úgy fognak emlékezni, hogy az elváltnál is nagyobb terhet rót a rendőrökre. A 2021-es év méltán nyerte el a nehezebb évek kitulosát, hiszen rendkívül komoly plusz feladatokkal szembesültünk. A mélységi migrációs ellenőrzések kapcsán a határvédelmi szolgálat, a határvédelem külszolgálati frontján vettünk részt, és ugyanakkor természetesen az alapfeladatunkat, a Bonyhádi járás közbiztonságának fenntartását is végre kellett hajtsuk. Évek óta, hála Istennek, sokat dolgozunk a kérdésen. Tolna megye egy nagyon biztonságos megyének mondható, és azon belül azt gondolom, hogy Bonyhád szintén elmondhatja magáról ezt. A siker egy közös munka eredménye, mondta Filóné Ferenc Ibolya polgármester, aki azt is kiemelte, rendkívül fontos a város vezetése számára, hogy jó legyen az együttműködés a rendőrséggel. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan várost vezethetek, amelyben a közbiztonság az évről évre egyre jobb helyzetben van, és nyilván azért nem lehet eltekinteni attól, hogy a szubjektív biztonságérzet az milyen, az a legfontosabb az emberek életében, mert ha egy eset is adódik, ami valakinek problémát okoz, akkor már nem olyan a megítélés. Mégis büszkék lehetünk arra, hogy Tolna megyén belül Bonyhádi járás és maga Bonyhád város önkormányzat, illetve maga a város is olyan helyzetben van, ahol az emberek nyugalomban és biztonságban élhetnek. Én azt is fontosnak tartom, hogy a hosszú évek óta a Bonyhádi Rendőrkapitányság és az önkormányzat együttműködése az kiváló. Látszik ez abban is, hogy van egy olyan kitüntetés, amit az önkormányzat alapított, és az év rendőre díjat mindig így Szent György nap alkalmával kerül átadásra. Látszik ez abban is, hogy megmutatkozik abban is, amikor városi tulajdonban lévő ingatlanokat szerződés alapján a rendőrség kötelékében dolgozóknak biztosítunk, fiataloknak, hogy itt tudjanak maradni a kapitányságon, és így tudják ellátni a feladatukat, itt tudjanak családot alapítani, és ez az együttműködés is már hosszú évekre tekint vissza. És megmutatkozik abban is, amikor például megyei rendőrnap Bonyhádon kerül megrendezésre, vagy csak olyan más esemény, ahol kölcsönösen együtt tudunk dolgozni. Közös a célunk, ezért nem nehéz összefogni, hogy egy élhető kisvárosban éljünk. A már említett díjat ebben az esztendőben egy tapasztalt szakember vehette át, Bati József, aki 1990 óta teljesít szolgálatot. Egy megtiszteltető cím ez, és végül is már második esetben sikerült megszerezni, amikor nagy dolog őrsem voltam, akkor év kistérsége rendőre lettem, és azért is örültem neki, hogy akkor itt Bonyhádon is sikerült ezt a díjat megkapjam. Azt mondta, eredetileg katonai pályára készült, de az élet úgy hozta, rendőr lett belőle, és ma már nem bánja, hogy így alakult. Az évek alatt sokszor fordult elő, hogy fiatalabb kollégái kérték a segítségét szakmai kérdésekben, és ő szívesen segíti a fejlődésüket.
A díjátadón az is elhangzott, Bati József 2009. szeptember 1-je óta tölti be jelenlegi feladatát, és a szakterületen eltöltött közel 15 éves munkájával példaként állhat az állomány egész előtt.